Ne, állj, ennyi volt. Ez mi? Várjál, gyorsan, turbót kell, turbónoszt kell beleraknunk, nitrót! Nitrót ide! A tanksapka nagyon életveszélyes az... Oh, te... Hello, hello, my friends! Itt Vári Gergő, üdvözöllek titeket a csatornán, ahol don't forget, napi királyságos videók, every day, 6 órakor. Így van, most visszatérünk, hogy Gergő újra bolti eladó legyen, mert ha jól tudom, azt a szakmát nem tanultam ki. Igaz, betenni se tudok egy kazettát. Nem tudom, hogy eladni Oh! Hát srácok, akkor ma ki fogjuk vinni a convenience store-t, ma ki fogjuk vinni a Jagerboltot, és örökre, na jó, nem örökre, de egy időre el fogunk tőle búcsúzni. Ami azt jelenti, hogy utoljára árok itt, utoljára dobom. Szevasz! Így van. Utoljára dobom ki. Hát, vissza kell jönnünk, mert nem tudom kidobni a szemetet. Vissza kell jönnünk a csodálatos boltba, mert nem tudom kidobni a szemetet. Ez az utolsó feladat, amit itt meg fogunk húzni. Ez az utolsó vásárló. Na ezt bedobom. Na jó, oké, én kilépek. Ó, ez egy rendőr. Jó napot kívánok. Ja, hogy elkapták a rablót, ki emlékszik a labróla? Oké. Lehúzta! Mennyibe? Maxat! Na jó, lehúzta a kis kártyát. Szóval, aki nem látta az előző epizódokat, gyorsan hagy világosítsam fel, amúgy visszatudjátok nézni itt a sarokba, pont ahol én vagyok. A kisi betűhöz berakom nektek a VR lejátszási listát, az összes Tüvári-várit visszanézhetitek. Szóval, amíg én itt a Jagerboltba eladó Gergő dolgozott, addig volt egy rablás, méghozzá attól az úri embertől ott. Ja, emlékszem rád, aztán eljött hozzám autószerelő Gergőhöz, az is megvan videón, és megjavította a kocsiját, amit lopott. Szóval a rendőr bácsi, jó napot kívánok, tiszteletem, biztos úr. Igen, áve. Be kell azonosítanom, hogy melyik az a bot, aki tőlünk rabolt. Tehát bot 67890, tisztára, mint amikor az egyetemen voltam, nem nevünk volt a kiskártyánkon, hanem a számok. Én nekem 5272 volt az én számom, na mindegy. Azt mondja, hogy idáig semmi rosszat nem tett, hát szegény néniről hogyan is gondolhatnánk, hogy bármi rosszat tett. Itt van 5372-es, ó, neki már volt 2 bűncselekménye, azt mondja, hogy a csendet megzavarta, a békét megzavarta, és hangosan beszélni, hát gondolom a telefonon. És itt van a csodálatos emberünk, a 66433-as, a rabló, ő a rabló amúgy biztos úr, elmondom, ő esetleg kér egy hotdogot, nagyon szívesen sütök önnek egy hotdogot, vagyis tudja mit, egy friss bucit sütök önnek ketchuppel. Jaj, de utána azt mondja, hogy ketchup, te hogy mondod? Ugye úgy mondod, hogy ketchup, parancsoljon biztos úr. Már megbocsásson, de értem, hogy rendőr, de nem illik visszaadni. Na, ő az. Vigyék el! Szolgálatára! Vigyék el innen! Oké, csak a Tutti Juice-t ellopjam! Tutti Juice-t ellopjam, amúgy srácok, ne felejtjétek el, most szombaton az első Tutti Juice találkozót tartjuk Budapesten, a Csatárka út 58 szám alatt én és Dávid ott leszünk, még PS-t is nyerhettek. Na! Ne. Ne, állj. Ennyi volt. Kivittük a videó elején? Hát ez nem lehet igaz, hogy kivittük, még innivalóm sincsen. Na, de ezt megiszom akkor necsin. Na jó, azt mondja, hogy... Ja, várjál, már nem is tudok új vásárlót fogadni. Ne. Ne. Psz. Ne. És ha megnyerem, és milliárdos leszek... Adj egy pénzt. Haló? Ez nem igaz. Nem tudok kivenni. Jó. Ez nem nyert. Jó, srácok, akkor amíg... Amúgy azok creeper fejek, jól lát? Amíg nézitek meg, az egy creeper fejek. Jaj. Amíg nem nyerek... Mi ez a hang? Ezzel nyertünk? Nem. Ja, a gombokat nyomtam. Szóval addig itt leszek, amíg nem nyerek, mert én ma... Ez az! Nyertem! 1 millió! Nyertem! Hol kapom meg a pénzt? Intézd el! Nyertem!
fekete szemvényem 1 millió izé van benne. Na jó, hát srácok, akkor búcsúzunk a Jagerbolttól. Azt hittem legalább még jönnek emberek, dolgozhatunk, de... De nem engedi. Hát akkor az utolsó kasszahúzásom. Így van, kifizetem, amit kell, ennyit költöttem. Ídni. Oké. Ahoj! A boltnak. Srácok, nem tudom, én megmondom, hogy készítél, hogy azt hittem, hogy azért itt még lesz mit csinálni. Nem hittem... Ez mi? Ó! Oh. Wow! Ez mi? Subtitles? Ó, oh, itt van alatta val... A titkos doboz? Oh! Ne! Örökre elvesztettük. Ó, oh, Infinite Overtime! Ezt kellett volna bekap... Oh! Kicsit sokáig dolgozhatnék. Na jó, hát akkor igazából úgy nézem, hogy már szinte majdnem mindegyiket kivittük videóba, mert mindegyik aranyszínű. Már csak az autószerelő maradt hátra. Úgyhogy nézzük, hogy abból hogy állunk. Ja, csak itt van az asztalon, mindig elfelejtem. Ó, még magára is öntötte. Nem kell Infinite Overtime. Nyugi, vigyük csak a küldetést. Ja. Jó, itt még azért van mit csinálni. Na, hát akkor srácok, boltosnak indultunk, de átöltözünk, és már is autószerelő Gergő jelentkezik. Meg is érkeztünk az autószerelő szalomba. Ahoj! Így van. Autószerelő, tudom, hogy mi vagyok. Hozzátok a next autót, kérem! Azért, mintha csak a színházban lennénk. És éppen felhúzom a függönyt, hogy beálljon valaki a csoda autójával. Jaj, jó napot kívánok, jó napot kívánok. Wow, ez egy igazi versenyautó. 404-es számmal, bukós sisakkal a fején. Igen? Húha. De gyorsan beszél. Jó. Mi a baj? Igen. Oké, siessek. Egy verseny közepén van. Van egy baja van. A gumival van baja? Megmondom őszintén, nem is értettem, amit mondott. Annyira hadar. Igen, gumi. Gumira van szükségünk. Melyik gumi? Aha. Ja! Értem! Igen! Hát ez kidurrant! Én nem tudok ma. A legjobb gumit kell odaadnunk neki, azt mondták. Mi illik ehhez az autóhoz a legjobban? Igazából egyik sem, de ez azért betegül jól néz ki. Ó, még fel is fújja magát, figyeljél már. Ilyen kéne nekem is. Azt mondja, azt az eget, hát ez nagyon ocsmány. Hát, na jó, oké, én ma nem tudom bedobni. Az Isten áldjon meg. Menj már fel! Nem akar. Mit rontok el? Ja, már így kell. Na azért, hát ez nem a leggyorsabb. Pedig ugye az autóversenyeken ezt tudjátok, hogy szokták meg, és akkor nem Ferrarikon, a Forma 1 a Ferrarikon. És ez bemegy. Na ez bemegy, utolsó dobás. Isten, itt gondold elő, szegény siet a versenyre, de megvicceljem? Nem, az életveszélyes, ha rossz gumit teszek rá. Csimlok, dobálom itt őket, mint a laszta. Jó, készen? Kész. Igen? Még gyorsabban akarsz menni? Ó, turbó. Oké, várjál, gyorsan, turbót kell, turbó nosz kell bele raknunk. Nitrót! Nitrót ide! Nitro? Hova öntsem? Tessék, nitro! Látjátok, az emberek energiaitalt isznak, amit pedig autóba kéne önteni. Szóval ne igyál energiaitalt, igyál tutti dúszt. Mert az olyan fincsi, mint egy energiaücsi, de nincsen benne semmi olyan... Hú, ez lehet, hogy rossz... Ó, ez rossz helyre öntött. Hol van ennek a tanksapkája? Szóval ezt a tanksapkába kellett volna önteni, ahova tankolunk. Okidoki, ezt nem látta senki. Igaz? Figyelj már füstöd, na ezt teszi veled az energiait. Oké, kész. Ó, Isten, ments, hogy én ilyet igyak. Hol van? Drop. Vissza kellett volna csukni. Várj, ez ne, az úgy nem jó, életveszélyes. Ne ülj be. Ne, hogy kell vissza? Ne. Jó,
szét vagyok szorva. Csukd be! Csukd be! Ne. Amúgy először is nagyon meleg itt ez nekem, megmondom nektek őszintén. A tanksapka nagyon életveszélyes az... Ó, te fiú. Ó, te fiú. Hát... Ó, te fiú. Srácok? Főnök, van egy kis gond. Nyitva hagytam a tanksapkát. Jó, nem mond semmit. Ez baj. Ez nagy bajt jelent. Úgyhogy szerintem én el is megyek nyugdíjba. Ha szeretnétek folytatást, Gergő az autószerelőből, akkor veressetek erre a videóra egy óriási like-ot, és ne felejtjétek, ha nem tetszett, akkor egy óriási dislike-kal tudjátok jelezni. Azért van az a gomb, hogy kinyilvánítsátok tetszéseket, tetszéseteket, vagy don't, nem tetszéseteket. Ott van, és oda is van írva, don't, úgyhogy don't. Don't-e, hot-e? Don Quixote. Köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok, ti vagytok a legeslegjobbak, tényleg nagyon-nagyon köszönöm. Áó, hogy a szemembre esik mindig a tüvári-vári napszemüveg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ti vagytok a legeslegjobbak, és ne felejtjétek el a tutti dörzsögyen veletek. Sziasztok!